Vagy itt nem üres? Nem. Lercs János már gyerekkorától autószerelő akar lenni. Szeptembertől ebben a márkaszervizben tanulja az autószerelő szakmát. Elmondása alapján az elméleti képzés mellett fontos a gyakorlati tudás is. Ebben segíthet neki az új szakképzési törvény, hogy megismerje a szakma gyakorlati oldalát. Már nagyon vártuk, hogy megjelenjen mi is, hiszen az intézmények szervezésében, munkaszervezésében felkészülni arra, hogy hogyan indítsuk el a következő tanévet helyi szinten. Nyilván ez nekünk egy alapkérdés, és ezen már így gondolkodni kell, annak ellenére, hogy még csak február közepe van. Ezért mi is nagyon vártuk, és nagyon örülünk neki, hogy megjelent. Alapjában véve most ezzel együtt tisztázódnak azok a kérdések, amelyeket egy törvény a keret jellegénél fogva nem tudott szabályozni, és számtalan olyan kérdésre kaptunk választ a végrehajtási rendelettel, ami eddig a törvényben szabályozottan ugyan, de nem részletszabályozással jelent meg. Ugye a fő irány az a szakképzési rendszerben az, hogy a 174 alapszakma oktatható, ezek az alapszakmák iskolai rendszerben. Ez igaz a mi iskoláinkra is, a Szekszárdi Szakképzési Centrumban. Tehát mi is arra készülünk, hogy ezeket az alapszakmákat fogjuk oktatni már most februárban is. Erre jelentkezhetnek a 8. osztályos tanulók. Ez most éppen nagyon aktuális, hiszen ugye február 19-e a jelentkezési lapoknak a beadási határideje. Az új alapszakmák kétféle módon lesznek elsajátíthatók, technikumi formában, illetve szakképző iskolai formában, szakképző intézményi formában. A technikum alapjában véve 5 éves képzésként jelenik meg, a szakképző iskolai képzés pedig a 3 éves képzési formában. A technikumnak persze megmarad az a jellegzetessége továbbra is, hogy akik már érettségizettként szeretnének szakmát tanulni, nekik 2 év alatt erre továbbra is lesz lehetőségük, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindenki tudja, hogy a 2 éves képzések ugyanúgy megmaradnak, ahogy eddig is megvoltak. A változások minden területet érintenek, így az oktatók, a diákok és a szakmai gyakorlatot végző partner intézmények esetében is olyan új szemlélet alakul ki, aminek fő célja, hogy sokkal többen hagyhassák el az iskolát szakmával a kezükben, és a rendelet alapján az iskolának valóban szolgáltatónak kell lennie. Alapjában véve a képzési kínálatunkat már erre a tanévre meghatároztuk, illetve már úgy határoztuk meg a 2020-as tanévre a beiskolázást, hogy az iskoláinkban, ugye a megyében 9 iskolában dolgozunk, az iskoláinkban a képzési párhuzamosságokat elkezdtük megszüntetni. Vagyis ez azt is jelenti, hogy az iskoláknak egy specialitást próbálunk, az iskolákban egy-egy specialitást próbálunk kialakítani. Ez persze nem úgy jelentkezik, hogy egy-egy szakmára koncentrálunk csak kizárólag, hanem mindig képzési területekre, ágazatokra koncentrálunk, figyelve arra, hogy az intézménynek, az adott iskolának mik voltak a hagyományai, milyen feltételrendszere van, mik azok, amelyek zökkenő nélkül végezhetők, és melyek azok a képzések, amelyeket, hogyha egy másik iskolába viszünk át, akkor az nem okoz nagy gondot sem a beiskolázás területén, sem az intézményeknek a feltételrendszerében. Tehát ez már megtörtént tulajdonképpen, amiről most beszélek, és már úgy gondoltuk végig, hogy az új ágazatoknak és az új szakmáknak megfelelően próbáltuk mindezt megtenni. Egyértelműen kell meghatározni, és kellett meghatározni, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak mik a főfejlesztési irányai. Ezek is meghatározásra kerültek teljesen természetes módon, és nyilván ehhez kell igazítani minden egyebet. Az, hogy a fejlesztési területek mik, az viszont egyértelműen mindig az adott térség, megye gazdasági jellege határozza meg. Így nálunk a két nagyon fő fejlesztési terület, vagy a két fő fejlesztési terület, az egyik a műszaki szakterület. Én azt gondolom, hogy ez teljesen evidens és egyértelmű, hogy Tolna megyében, ahol egyébként az évszázad beruházása van folyamatban, ugye a Paksi atomerőmű bővítésével,
Itt nálunk ez egy alapkérdés, hogy itt megfelelő szakembereket képezzünk. Nyilván ez az iskolai rendszer, ez lassabban reagáló rendszer, tehát 3-5 év alatt tudunk képzett szakembereket kibocsájtani. A másik pedig a megye adottságait tekintve nagyon gazdag a turisztikai lehetőségek tárháza, és ez a másik fejlesztési területünk, az idegenforgalom, turisztika, vendéglátás területe. Itt is alkalmazkodva azokhoz a gazdaságfejlesztési elképzelésekhez, képzési oldalról persze, amelyek megjelentek már korábban is a megyei fejlesztések között. Valamint a most megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíjrendszer is támogatja a diákokat a szakma megszerzésében. Mindenki, aki belép a szakképzésbe alanyi jogon, ösztöndíjra lesz jogosult ez év szeptemberétől. Ez az iskola típustól függ. A technikumban 8000 forint körüli havi összeggel indulunk, a 3 éves szakképzőiskolában 15000 forint havi összeggel indulunk, és mindaddig ösztöndíjat kap a tanuló, amíg a duális képzésbe ki nem megy, mert amikor a duális képzésbe kimegy, akkor már ő ugye egy munkaszerződéssel megy, és ott munkabért fog kapni. Az ösztöndíj mértéke az a tanulmányi eredménytől függ majd. Ugye ez a két összeg, amit említettem, ez a 8 illetve 15 ezer forint, ezek a kezdő lépések, és attól függően tud ez változni, hogy a tanulónak hogyan változik a tanulmányi eredménye, milyen az előmenetele, van-e fegyelmi problémája, és így tovább. Ha minden rendben van, jól tanul, és ügyes az iskolában, nincsen semmi probléma, akkor ez az összeg emelkedni tud. Nyilván, ha valaki kevésbé jó, hát ez megint egy motiváció azért, akkor ez összeg akár változik lefelé is. Most nem az a cél, hogy lefelé változzon, nyilván mindig az a cél, hogy egy minőségi képzéssel olyan gyerekek jöjjenek, és olyanok menjenek, majd tovább lépjenek ki az iskola kapuján, akik ebben jók, és minél erősebben, minél jobb, magasabb szintű tudással rendelkezzenek. Nyilván ez is egy ösztönző rendszerként jelenik meg, ez az ösztöndíj. Eddig is volt ösztöndíjrendszer, de csak olyan előre meghatározott szakmákban, amik hiány szakmáknak minősítettek, volt jelen. Jelen pillanatban ez is változik, és ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly ösztönzés lehet még továbbra is a tanulók és a családok számára is akár, hogy a szakképzést válasszák. Nyilván át kell gondolni a képzési struktúrát, át kell gondolni az iskola szervezési dolgokat, hiszen az eddigi duális képzési rendszerben a tanulószerződéses képzéseket is egy új típusú gondolkodás váltja fel, ami gyakorlatilag arról szól, hogy szakképzési munkaszerződéssel fognak a tanulók a duális képzésben részt venni. Ez még nem most indul szeptemberben, ez a része legalábbis. Leghamarabb majd 2021. februárban lesznek olyan tanulóink, körülbelül egy év múlva, akik már az új munkaszerződéses rendszer szerint tudják végezni a képzéseiket, hiszen akik most 9. osztályba lépnek be, náluk az ágazati alapozás szakasz indul meg, ami ágazati alapozási szakasz alapszabályként iskolai tanműhelyben kell végezni, és ez a technikumban egy 2 éves szakaszt fog jelenteni, a szakképző 3 éves szakképzőiskolában pedig egy 1 éves szakaszt fog jelenteni. Változik továbbá az oktatók kötelező óraszáma, ez 22 óra lesz. A szabadságok tekintetében a 20 nap alapszabadság mellett 20 nap pótszabadságot határoznak meg, ami életkor alapján fog járni. Így például egy 46 éves oktatónak már 50 nap szabadsága is lehet. Az oktatóknak egy más típusú gondolkodásmóddal kell magát az iskolát megközelíteni, és nem csak az oktatóknak, azt gondolom mindenkinek. Ez iskolának valóban szolgáltatóvá kell válni. És ez a szolgáltatóvá válás, ez pontosan azt fogja jelenteni, és a gondolkodásmódban abban kell jelentősen változni mindannyiunknak, hogy mik azok az igények, amiket a környező gazdaság, a bennünket körülvevő térségi igény megfogalmaz, és nekünk erre kell mozdulni, és erre kell reagálni.
Vagyis pontosan tudnunk kell azt, hogyha kialakítjuk a képzési programjainkat, egy-egy szakmát tekintve, akkor abban mik azok a specialitások, amit a helyi vállalkozások igényelnek, amit egy-egy cég vagy cégcsoport, nagyobb cégek együttesen igényelnek, de akár a KKV-szektort is értem ez alatt, és a kisebb cégek együttese is. Ha ezeket meg tudjuk fogalmazni, és felénk is megfogalmazzák, akkor azt gondolom, itt ér össze az iskola és a gazdaság. Ez egy alapvetés, ezt tanuljuk, ezt a gondolkodásmódot, és ezt mindenkinek el kell sajátítani, azt gondolom, iskolán belül, iskolán kívül egyaránt. Én nagyon szeretnénk azt, hogyha olyan szakemberekkel tudnánk a jövőben együtt dolgozni, az eddiginél sokkal jelentősebb számban, akik a gazdaság területén dolgoznak, vagy ott szereztek korábban magas szintű tapasztalatot. Ugye az új szakképzési törvény és a végrehajtási rendelete egyértelműen kimondja azt, hogy a közalkalmazotti szférából a munkatörvénykönyve alá kerülünk át. Ez nálunk is meg fog történni teljesen természetes módon ez év nyarán. És azzal, hogy ez megtörténik, egy rugalmasabb foglalkoztatást látunk, és annak a lehetőségét látjuk, hogy egy rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség lép be, hiszen megszűnik például az a kötöttség, hogy óraadót milyen időkorlátban alkalmazhatunk. Vele együtt ugye megjelenik egy bértömegnövekedés a szakképzési centrumban. Ez a bértömegnövekedés viszont majd azt teszi lehetővé, hogy egy magasabb óradíjjal tudjuk a gazdaság szereplőit és azokat a mérnököket, technikusokat bevonzani az oktatásba, akik ehhez kedvet éreznek, affinitásuk van. A tanulók mellett a tanárok is megemelt juttatásokban részesülnek. A 2020 júliusától életbe lépő szabályozás 32 000 pedagógust érint, a fizetésemelés országos átlagban akár 30%-os is lehet.